zászlaját átveszem. Thank you.
Felkérem Árva István plébánosodat a katolikus szentmisének tartására. Kedves vendégek, kedves testvéreim, csupán néhány szót szeretnék szólni, és csatlakozni szerettem szólókhoz. A keresztény ember számára szent az Isten, minden szentségnek a forrása. De a keresztény ember azt is tudja, hogy a keresztény ember számára szent a haza is. Szent a haza, amelyen élünk. Szent az igazság, amelyen dolgozunk és küzdünk, és szent mindaz, amit meg akarunk magunk körül teremteni,
a földi országunk, teremtsük meg magunknak a jólétet, a biztonságot, olyan kárban, amelyben az igazságosan uralkodik, mert csak így juthatunk el az Önök hazára. Ha itt, ezen a földön nem szolgáljuk mindazt, ami a nemzet és a haza gyerekét szolgálná, akkor a mi életünk bizony nagyon keveset ér. De a keresztény ember számára, mivel szent a haza, szent mindaz, ami a hazára emlékeztet bennünket. Szent tehát az az átfogó is, amelyet a köztársaság nevében most már nyújtottak ennek a községre, és minden szent, amire ezt bennünket emlékeztetni akar. A hűség, a hazaszeretet, a hit, amelyet örökségül kaptunk Szent István királytól, az államalapítótól. Talán időnként hajlamos volt rá az ország és az állam, hogy elfelejtsük Istvánnak az örökségét. Mégis tudjuk, hogy azok nélkül, az elvek nélkül, amelyekkel ő elindította ezt az országot, ma nem lennénk itt. És ezért feladatunk mindaz, hogy amit tőle kaptunk, azt tovább is adjuk. Ne csak megőrizzük, ne csak úgy féltve, elzárva valahová, óvva mindentől őrizgessük, hanem mint értéket kifejlesszük, kibontakoztassuk és tovább is adjuk. Az evangéliumban hallottuk Jézusnak a válaszát. Igen, én király vagyok, azért jöttem, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Hányan adták az életüket ezért az igazságért? Hányan adták az életüket azért a szabadságért, amelyet a Teremtő Istentől kaptunk? Mert tudjuk jól, Isten minden embernek szabadságot, szabad akaratot adott. Olyan szabadságot, amellyel még arra is képes, hogy ő ellene forduljon. De az Isten tiszteli bennünk ezt a szabadságot és szabad akaratot, és nem veszi el tőlünk soha. A mai napon ezt ünnepeljük, hogy 1948-49-ben kiálltak amellett a szabadság mellett, amelyről azt mondták, hogy szent. Szent, mert a Szent Istentől kapták. Adja a Jóisten, hogy a mai napon megértsük, mit jelent az, Jézus azt mondja, hogy azért jöttem, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Hogy megérezzük a mai napon, mit jelent az az igazság, amelyért őseink küzdöttek, és amelynek a megteremtését mindannyiunknak fáradoznia kell. Amen. Álljunk föl. Testvéreim, a mi Urunk, a királyok királya és az uralkodó ura, fordulatunkkal együtt terjesszük eléje kéréseinket. Te vagy Urunk, az Örök és Egyetemes Ura, terjesszük szerint karunkat mindenben, hallgass meg őket. Én mindig hallgass meg őket. Te vagy Urunk, a Szentség és a Kegyelem királya, Szent Erdőnk egyházadó, hallgass meg Urunk! Kérjük, hallgass meg mindenket! Te vagy Urunk, az igazságosság és a béke királya, adj békét a népedben!
fogadják az ötletet az általánodat, melyen neked életére és kisőségeire, mint a nyugodni és a neked a szentet az általánodat. Urunk Istenünk, hallgass meg könyörgő kiáltásunkat, és fogadd el egy házat áldozati adományát. Töltse el minden embert az Isten gyermekség lelkével, hogy az egyenlőtlenségeken legyen urrá szeretet, és a népek egyetlen családját álljanak a te békédben, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a szeretettel. Emeljük föl szívünket. Thank you.
viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben János Pál pápánkkal, Istváni ősekünkkel, püspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyja,